A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen, földön. Ilyenek járnak a fejemben kis hét, homokos, szomorú síkra érni. Csötönyi László a Kultúra Civil Szervezetek Város Marketing Bizottságának elnöke társszervezőként kapcsolódott be a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett eseménybe. Az ötlettel Korsos Gergő alkotó kereste meg. Azt mondta, hogy csináljunk valamit a Magyar Költészet Napján. És mondtam, hogy akkor valami rendhagyó dolgot kellene, tehát olyat, amilyen még nem volt. És Gergő fiatal költőként azt mondta, hogy akkor kortárs vagy mai magyar költőket, barátokat, ismerősöket fog elhozni Szekszárdra, vagy legalábbis megpróbálja. És én, mint egy felbújtóként nem hagytam békén is annyiban a dolgot, és ez lett az eredménye, hogy most itt vagyunk. És én ennek hálás szívvel örülök, mert tényleg rendhagyónak mondható a dolog, hiszen ilyen még nem volt Szekszárdon. Korsos Gergő itt tanult Szekszárdon, és fontosnak gondolta, hogy visszaadjon valamit abból, amit itt kapott az iskolás évei alatt. Gergő az a fajta költő, aki hisz az ihletben, de sokszor hosszú hónapokig formál egy-egy verset, mire késznek érzi. Ilyenkor országszerte azért talán mondhatni, hogy akkor nagyobb hangsúly helyeződik a költészetre, a versekre. Nyilván ez József Attila születésnapja, József Attila kapcsán. Ilyenkor felolvasó estek vannak kortárs költőktől, nyilván József Attilát is életre keltik, és nyilván ez kortárs költőként ez egy fontos nap, mert ugyan mi minden nap foglalkozunk a költészettel, de hát ez azért egy mégis egy kiemeltebb nap. Locker Dávid alkotó néha szélmalomharcnak érzi a költők életét, hiszen manapság az internet adta lehetőségekkel nehéz felvenni a versenyt. Szerencsére Magyarországon is akad egy olyan réteg, aki még szívesen olvas. Az irodalom az mindig lépés hátrányban van ezekhez a social médiákhoz képest, amikbe az időnket általában belevesztegetjük. Szóval abszolút nem volt tipikus az én indulásomkor se, kamaszként, hogy valaki versekkel kezdjen foglalkozni. Virsz Imre elmondta, milyen érzés ezt a napot minden évben megélni költőként, ugyanis ilyenkor nem elhanyagolható mennyiségű figyelem terelődik az alkotókra. Ennek mindannyian megtapasztalják pozitív hatását. Ez nem mindennapi, vagy nem mindennapos, és valahogy behúzza, vagy engem behúz abba, hogy mi is a fontos a versben, vagy a versírásban. Tehát, hogy számomra is jelentősége lesz, vagy nagyobb jelentősége lesz. A rendezvényen több generáció tárt elénk egy képet a kortárs költészetről, amely megmutatta, hogy még ma is érvényes a költészet, és nem csak a halott költő a jó költő. De jó ez. Jobb, mintha vége lenne, és a kapufára zuhanva látnám, ahogy gólt rúg pofátlanul az úr, szívemmel dekázva. Irgalmatlanul.